A Tamási Nagyboldogasszony katolikus templom felújítására csak nem 550 millió forintos kormányzati támogatást nyert a plébánia. A tavaly őszvégén megkezdődött munkálatok azóta is folyamatosan folynak, mondta el Csibi Imre plébános. Gyakorlatilag 50 éve volt utoljára egy nagyobb felújítás, és az sem érintette a templom minden részét. A másik pedig ugye a kor követelményeinek, illetőleg a hívőközösség közösség igényeinek megfelelően fölmerült a, az igény, hogy a templom az fűthető legyen, illetőleg hát annyira melegen tartható, hogy mondjuk a szertartásokban ne fagyjanak bele a hívek. Ezért ugye hát fölmerült ugye a padlófűtésnek az elkészítése, és hát ha már az ember így hozzányúl a templomhoz, akkor, akkor érdemes minél átfogóbb felújítást kezdeni. És hát ugye elődöm Mátyás Imre atya idejében alakultak, formálódtak a vágyak, az elképzelések. Mi több, ugye akkor történt, hogy sikerült ugye a minisztériummal megegyezésre jutni és támogatást szerezni. Igazából, amikor ide kerültem, akkor már ez az előkészület mindez lefutott volt. Tehát nekem maradt ugye a terveztetés és a lebonyolítás feladata. Ami mindenképp látszik, hogy a templom vakolatát ugye körben már verik le, illetőleg a templom körüli kertnek a kitakarítása, rendezése folyik, illetőleg ennek kapcsán ugye előjött az, hogy a templom hegyet övező téglafalnak az állapota bizonyos szakaszokon hát kritikussá vált, és ugye az is majd megerősítésre fog szorulni. Ez az, ami kívülről látszik. Ha az ember bemegy a templomba, akkor látszik azt, hogy, a templomnak a padlózata az teljesen föl van szedve, le van mélyítve, előkészítve a betonteknő fogadását, illetőleg a ráépülő padlófűtés rendszerének a fogadását oltárok azok le vannak pormentesítve, vagyis le vannak fóliázva, és hát minden, ami, ami kikerületett a templomból, az, az, ki van pakolva. Az eltelt hónapokban folyamatosan azon dolgoznak a szakemberek, hogy gördülőkenyen haladhasson a munka. Igazából ugye az a legnagyobb nem akadály, hanem megoldandó helyzet, ugye, hogy ez egy műemléképület. És ennek kapcsán ugye, ugye a műemléki, mint a régészeti hivatal ugye felügyeletet kell tartson, és hát újra és újra előmerülő, előkerülő problémák, megoldásra váró helyzetek azok, amiket ugye úgy nekünk, mint a hivataloknak, mint a, a tervezőknek újra és újra egyeztetniük kell, hogy amikor már elkezdődnek a munkálatok, akkor valóban az, az úgy is történjen, hogy utána ne köthessen bele senki. Ennek kapcsán ugye megtörtént ugye az értéktárnak az egyeztetése, illetőleg régészeti föltárás ugye az előírt mélységben az körülbelül a 30-35 cm t jelentett, illetőleg ugye a talajradarral ugye az egész templom területét bevizsgálták, és a templom környékének is egy részét körben járták, hogy mégis mire lehet számítani, illetőleg ennek a föltárásnak kapcsán került elő, amiről ugye a levéltári adatokban tudtunk, hogy itt a templom alá van eltemetve Győri Mátyás alapító plébános, aki a török idők után újra szervezte a Tamási katolikus közösséget és az első templomot is építette. Az ő sírhelyét is megtalálták ugye a régészeti föltárás során és le is mélyítették ugye a föltárást egészen az ő koporsójáig, de ahhoz már nem nyúltunk hozzá. Az őszvégi munkaterület átadást követően a település evangélikus temploma biztosít helyszínt a katolikus szentmiséknek. Szeretném megköszönni mindenképpen az evangélikus gyülekezetnek a jó szándékát, hogy befogadtak minket a templomukba. Ami kisebb problémát jelent, hogy hát volt néhány hívőnk, aki ilyen elektromos járgányjal járt ide, és mivel itt a mi templomunkban nincs lépcső, ezért be tudtak jönni akár a járgányjal is a templomba. Sajnos az evangélikus kis templomba nem tudnak bejönni, mert ott lépcsők vannak. De hát ők is nagy türelemmel és örömmel várakoznak, hogy majd amikor elkészül, akkor újra jöhessenek ide. A kormányzati támogatásból megújuló, 1700-as évek közepén épült barokk templom felújítása 2023 év végére készül el.